Néhány pillanat múlva már csak egy vékony füstölő kanél emlékeztetett az előbb képvislákoló lámra. A második hit. Én vagyok a hitgyertyája. Sajnos az emberek nagy része fölöslegesnek tart. Nincs értelme tovább égnek. A következő pillanatban egy nagy suhas buharatta hallatszott, ami kiotott a lángot. Szomorúan ízott a harmadik gyertya. Én a szeretett gyertyája vagyok, nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, semmire lesznek. És amikor rájönnek, hogy szükségük lenne rám, akkor már mindig késő. Felropak, majd állom, felparázok és végek. Sok idő telt el, már csak a negyedik gyertya fénye égett rendetlenül. Rajtolt fölt a mennyezetre szótlanul. Ajtó nyílott, gyermek lépett a terembe. Csendben szól. Jó helyi arom, itt a lám, a vételám és a szeretet fényét. Meglátta a három kiláló gyertyát. Felkiáltott. Hát mi történt veletek? Szeretett minden a kicsére életben. Ekkor megszólalt a negyedik gyertya. Ne szégyen meg, amíg nekem van gondom, újra meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. Nyújtsd a kezed, én vagyok a rány. A gyermek szívem nem nincs nyugodt.